Ülésezett Karcagváros önkormányzata. Szép kártyával is lehet fizetni. Jeges csobbanás. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 19-én 18 óra 5 perckor. Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete megtartotta a soron következő testületi ülését. A napirendi pontok megtárgyalását megelőzően Rózsa Sándor jegyző adott tájékoztatást az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. Ezt követően napirend előtti kérdések feltevésére volt lehetőség, majd rátért a képviselőtestület a napirendi pontok megtárgyalására. Elsőként a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóró rendelettervezetre vonatkozó javaslatot fogadta el egyhangulag a testület. A Karcagvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. február 15-i önkormányzati rendelet módosítását fogadta el a képviselőtestület, szintén egyhangulag. Harmadik napirendi pontként a Karcagvárosi Önkormányzat és a Közvil ZRT közötti Karcagváros közvilágítási rendszerére kötött karbantartási, üzemeltetési szerződés módosítására tett javaslat került elfogadásra. A közvilágítás korszerűsítése az energiaárak emelkedése miatt is szükségesnek látszanak, valamint többen jelezték, hogy egyre több villanyoszlopon lévő lámpa nem világít a városban, így időszerű az izzók cseréje, illetve a megtakarítás visszafordítása a lámpatestek korszerűsítése által, egészítette ki Szepesi Tibor polgármester. Negyedik napirendi pontként az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 9/2016. 4.-29-i önkormányzati rendelet módosítására került sor. Dr. Kanász Nagy László képviselő hozzászólásában jelezte, hogy az ügyrendi és jogi bizottság az ülés előtt megtárgyalta a napirendi pontot és egyöntetűen javasolta támogatásával. Ezt követően a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 2022. évi munkatervére vonatkozó javaslat került megtárgyalásra, majd elfogadásra. Pánti Ildikó képviselő javaslattal élt, mely a közrend és közbiztonság helyzetére vonatkozott. Egészen pontosan városunk rendőrkapitánya részéről az elmúlt év tevékenységét bemutató beszámoló megtartásáról szóló napirend felvétele. Szepesi Tibor polgármester válaszában jelezte, hogy szerinte ennek semmi akadálya, így biztos abban, hogy dr. Karsai Lajos rendőrkapitány elfogadja a meghívást. Hatodik napirendi pont a Karcagvárosi Önkormányzatra vonatkozó 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására tett javaslat volt, mely egyhangulag került elfogadásra. Ez követte a 2022. évi bankszámlahitelszerződés megkötésére vonatkozó javaslatról szóló napirendi pont, melyet név szerinti szavazás után egyhangulag elfogadott a testület. Nyolcadik napirendi pontként a Karcagváros Önkormányzatának a Belügyminisztérium által indított járás és start munka mintaprogram projekt terveinek benyújtása érdekében kötendő megállapodásának elfogadása történt meg. Ezt követően a Karcagtilalmasi mezőgazdasági korlátolt felelősségű társasággal kötendő a társaság tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérletéről szóló megállapodás 299/2018-11.-29-i KTS határozat módosítására tett javaslatot fogadta el a képviselőtestület. Ez a tilalmason található ingatlanok vízellátását, gazdasági vízellátását tudja biztosítani, valamint tervezés alatt áll egy olyan ivóvízellátó rendszer kiépítése is, ami miatt célszerű volt a szerződés meghosszabbítása. Tizedik napirendi pont a lakossági önerős közterületi szennyvíz elvezető gerincvezetékek építésének önkormányzati támogatására irányuló javaslat volt, mely a testület által egyhangulag elfogadásra került. Pánti Ildikó képviselő kérdéssel élve arról érdeklődött, hogy mivel városunkban szintén tervezésben van több utcában a gerincvezeték építése, mint például a Déli Báb utca, Nyár utca, valamint a Déli városrész,
akkor mikorra várható ezeknek az utcáknak a gerincvezetékkel való ellátása? Szepesi Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a folyamat már elindult, és jelenleg a város szennyvízvezeték tervezése már abban a fázisban áll, amikor a tervek elkészültek. Ezt követően a városi élelmezési munkacsoport megalakításának javaslatának elfogadása is megtörtént, melynek során a bizottság tagjaira is javaslatot tett Szepesi Tibor a következő személyek megnevezése által. Karcagi Nagy Zoltán, Lengyel János és Nagyné László Erzsébet képviselők, Elek Eszter, valamint Kósáné Benehajnalka és Sipos Marian, továbbá Nagyné Lajtos Margit közegészségügyi és járványügyi felügyelő, Nagyné László Erzsébet képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a soros ülésén megtárgyalta ezt a napi rendi pontot, és egyhangulag támogatta az élelmezési munkacsoport létrejöttét. A 12. napi rendi pont a Bethlen Gábor alapkezelő pályázatán való részvételre való javaslat volt, amelyet a testület egyhangulag támogatott. Majd az élhető települések megvalósítására kiírt pályázaton való részvételre kiírt javaslati napirend is elfogadásra került. A pályázat a Nagyvén kerti városrész fejlesztése céljából kerül benyújtásra. A 11. napirendi pont pedig az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megvalósítására kiírt pályázaton való részvételről szólt, mely költségmegtakarítást szolgálna az önkormányzat részére. A napirendi pont a testület által egyhangulag elfogadásra került, ahogy az egyes termőföldek Hubai és Társai Kft. Részére történt haszonbérbe adására tett javaslatot is. Molnár Pál képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és egyetért a határozati javaslatban szereplő feltételekkel. Ezután a Karca külterület 01452-es helyrajzi számú ingatlan Erdei Ferenc részére történő haszonbérbeadásáról szóló 28/2017 első hú 26-ai KT számú határozat módosítására tett javaslat is úgy szintén elfogadásra került. A 17. napirendi pont az előző testületülésen, illetve az azt megelőző sajtótájékoztatón bejelentett multifunkciós sportcsarnokhoz kapcsolódott, amely a Karcagvárosba tervezett multifunkcionális sportcsarnokberuházás előkészítésével összefüggő döntés meghozatalára irányult. A következő napirendi pont a Karcag Ohio téri üzlethelységéhez tartozó földterület részbeni bérbeadásáról szóló határozatok módosításáról tett javaslat volt, mely szerződések meghosszabbítását a testület egyhangulag támogatta. Ezt követte a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló napirendi pont, melyet szintén tartózkodás és ellenvetés nélkül elfogadott a testület. Ezután a 20-tól 28-ig terjedő napirendi pontok tárgyalása a zárt ülés keretében belül zajlottak. Szepesi Tibor polgármester jelezni kívánta, hogy a Karcagvárosi Önkormányzat megkapta a magyar állam támogatását, ami a kisújszállási úti kerékpárút teljes hosszának felújításához szükséges, így azok a tervek, amelyeket célként kitűzött a testület, a jövő évben minden bizonnyal megvalósulásra kerülhetnek, ahogy a december 3-ai kormányhatározatban deklarált 170 millió forint támogatás, amely által további útfelújítások és parkolók létesítése is megvalósulhat. A testület munkaterv szerinti következő ülését várhatóan január 27-én csütörtökön tartja. Februártól szép kártyával is lehet fizetni a boltban. 2022. február 1-től 2022. május 31-ig mindegyik szép kártya minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert is vásárolni. Én úgy gondolom, hogy én többször igénybe veszem, és ez egy jó lehetőség tehát mindenkinek, és szerintem, ha igazából készpénzünk nincs is hirtelen nálunk, akkor van egy szép kártyánk, és ezzel, hogyha egy kisboltba is, tehát nyilván egy élelmiszerboltba, ez egy újabb lehetőség, és szerintem ez mindenkinek nagyon jól fog jönni, és egy kedvező lehetőség. A kormány megteremtette annak lehetőségét, hogy a vendéglátás alszámláról 2022. február 1-től 2022. május 31-ig lehet hideg élelmiszerre költeni. Ugyanakkor, mivel az alszámlák, szálláshely, vendéglátás és szabadidőzsebek közötti átjárhatóság 2022. december 31-ig megmarad, ezért valójában mindegyik alszámláról lehet hideg élelmiszert vásárolni.
Természetesen a korábban célként kijelölt szolgáltatások, szálláshely, vendéglátás és szabadidő szolgáltatások vásárlása továbbra is zavartalanul, minden alszámláról megvalósítható. Szeretik, és gyors, könnyebb a használata, ha nincs náluk készpénz. Már most mondjuk, hogy elfogadunk szépkártyát is, és bővebben jobban mernek vásárolni. Mind a három alszámlán lévő teljes pénzösszeg felhasználható hideg élelmiszer vásárlására, függetlenül attól, hogy mikor került az beutalásra. A vendéglátás alszámlára legfeljebb évi 150 ezer forint utalható, de ez nem azt jelenti, hogy ennyit lehet maximum hideg élelmiszerre költeni. Az újonnan és a már korábban beutalt összegeket egyaránt fel lehet használni mind a három alszámla esetén hideg élelmiszer vásárlására. Ma délben jelentősen megemelkedett a Tisza-tó vízszintje Tiszafürednél. Több mint 100-an vették a bátorságot, és megmátóztak a jeges vízben. Az újévi csobbanás volt az esztendő első turisztikai attrakciója a Tisza-tó fővárosában. Pénteken megérkezett a hidegfront. A Tiszatavon fél centiméteres jégréteg képződött. Most megpróbáltam az előbb összetörni, hogy be tudjanak menni biztonságban a jégre. Vagy a vízre, itt a jéget elhúztuk és összetörtük kisebb darabokra, hogy nagy balesetveszély legyen, elvágva a lábukat, vagy bármilyen esemény történje. A kézi jégtörésre miattuk volt szükség. Több mint 100-an éreztek erőt magukban ahhoz, hogy megmártózzanak a jeges Tiszatóban. A fürdőzéshez elengedhetetlen az úszógumi, ezért hoztam ma is magammal. Az északi országokban nagy hagyománya van a jegesvizes fürdőzésnek. Kiváló egészségügyi hatásokat tulajdonítanak a pár perces merülésnek. Inkább őrültség, de egy olyan őrültség, amelyik egészséges, amely jó, bent egy kicsit rosszabb a vízbe, de kijönni egy csodálatos érzés lesz belőle. Én már csináltam ilyet, és azt gondolom, hogy aki rá tudja venni magát arra, hogy a jeges vízbe megmártozzon, az egy egészséges és egy csodálatos élményben lesz része. A jegesfürdőzésnek komoly szabályai vannak. Alaposan be kell melegíteni előtte, és lassan, fokozatosan lehet csak belegázolni a vízbe. Én ezt egy nagyon jó, bár extrém kezdeményezésnek tartom, de ez is egy jó dolog arra, hogy felhívjuk a figyelmet télen arra, hogy a Tiszató télen is csodálatos, illetve hogy Tiszafüreden mindig történik valami. A tiszafüredi rozmárokat felfűtött szauna, illetve több hőbomba várt a merülés után. Ugyanis a jeges fürdőzés szabálya az is, hogy a mártózás után a lehető legrövidebb időn belül át kell melegedni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!